Köszöntöm nézőinket, Önök a Közéleti Magazint látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mit kínálunk a következő percekben. Lezajlottak az ágazati alapvizsgák. A kormányhivatal dolgozói vehettek részt először a szűrővizsgálatokon. Újabb előadást szervezett a Matthias Corvinus Kollégium. Új tagokat vár a KDNP szekszárdi szervezete. Háromnapos fesztivált rendeznek Kalocsán. Lezajlottak az ágazati alapvizsgák is a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó intézményekben. Szekszárdon a Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskolában 69 diák adott számot tudásáról. A napokban értek véget a Tolna megyei szakképzési centrum intézményeiben az ágazati alapvizsgák. 8 iskolában, 15 ágazatból, mintegy 770 tanuló vizsgázott. Ebben az új megújuló szakképzési rendszerben már a tanulók nem szakmára jelentkeznek, hanem több szakmát felülelő ágazatra jelentkeznek. A 8. osztályt követően első körben az ágazati alapszakaszba lépnek be. Ebben az időszakban közismereti tárgyakat tanulnak, és az ágazathoz tartozó legfontosabb ismereteket, szakmai ismereteket sajátítják el. A szakképzőiskolában ez az időszak ez egyéves, a technikumban meg 2 éves időszak. Ezt az időszakot egy úgynevezett ágazati alapvizsga zárja le, ami azt gondolom egy mérföldkő a képzés tekintetében. Egyrésztről azért mérföldkő, mert beszámít a szakmai vizsga eredményébe, de sokkal inkább azt gondolom azért mérföldkő, mert ezt követően lép ki a tanuló, a diák a szakirányú oktatásba, és ezt a szakirányú oktatást már a duális partnereknél is tudja végezni, és ebben az időszakban már szakképzési munkaszerződést is fog tudni kötni. A szakirányú oktatás a szakképző intézményekben az 2 éves, a technikumban pedig 3 éves, a technikumban azzal a különbséggel érdekes ez, hogy ők már érettségire való felkészítést is kapnak. Szekszárdon a Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskola 69, 9. és 10. osztályos diákjai tettek számot tudásukról. A fiatalokat a turizmus vendéglátás ágazat 4 területéből, ételkészítési, vendégtéri, cukrászati és turisztikai alapismeretekből mérték fel. Két vizsgacsoportra voltak osztva. Ezek a tanulók múlt hét csütörtök pénteken volt két napra szervezve az egyik csoportnak a vizsgája, illetve ezen a héten, hétfőn, kedden volt szintén 2 napra szervezve a másik csoportnak. Ezek vegyes csoportok voltak, mindkettőben volt 9. és 10. osztályos tanuló. Azt kell tudni ezekről a vizsgákról, hogy elég színes, elég mozgalmas ez a vizsga, reggeltől egészen délutánig tart nekik az elfoglaltság, úgyhogy meglehetősen fárasztó. Hát nagyjából úgy kell elképzelni, mint ahogy egy vendéglátóban a vendéglátósnak az életét. Annyiban különbözik, hogy 4 területből kellett ugye nekik beszámolni a tudásukról. Vizsgabizottság előtt ez a 4 terület, ez a turisztika, ott egy portfóliót kellett nekik bemutatni egy turisztikai attrakciót, szálláshelyjel, programot ajánlani fiatalnak, idősebbeknek. Aztán ez volt a turisztika rész, ugye cukrász tevékenység is van ebben a vizsgában, hiszen ez is hozzátartozik a turizmus vendéglátás ágazathoz. Ott linzerkarikát kellett készíteniük, piskóta tekercset kellett készíteni, kinek melyiket. Aztán vendégtéri, tehát pincér tevékenység is volt. Ott meghívott vendégek voltak, tehát a 69 főre, ha jól számol, akkor 138 vendéget szerveztünk le erre a 4 napra, tehát minden tanulónak 2-2 vendéget kellett kiszolgálnia, tehát rendes, hát életszerű körülmények között zajlott a vizsga. Ott koktéllal kellett kezdeniük, tehát egy koktélkészítés volt, és utána pedig a szakács tevékenységben elkészített ételt szolgálták fel, tehát párban húztak tulajdonképpen tételt, tehát mindenki ugyanazt szolgálta fel, amit ő is megfőzött volna. A diákok teljesítményét egyébként 100%-ban értékelték, amit majd a záró vizsgán is beszámítanak nekik. Ahogy mondtam, a konyhai, tehát szakács tevékenység is volt. Ott szintén ugye már önállóan kell ugye dolgozniuk,
Egyetlen egy felügyelő tanár volt jelen ugye a konyhán, de hát ő inkább a balesetvédelemre ügyelt, hiszen azért felügyelet nélkül kiskorúak ugye nem dolgozhatnak még konyhán. A vizsgabizottság alapvetően elégedett volt a jegyükkel, bár elég színes jegyek, osztályzatok születtek, de biztattuk őket, hogy nem kell megijedni attól sem, hogyha esetleg most jegyben, osztályzatban ez nem olyan fényes, bár rengeteg jó és ötös is született. Mert hogy ez az ágazati alapvizsga azért fontos, mert egyrészt lezárul nekik egy szakasz, egy alapozó szakasz, duálisba lépnek ezután, tehát kikerülnek majd vendéglátóhelyre, és ott majd ugye fizetést fognak kapni. De ez annyiban viszont fontos, hogy egy 100%-értékelést kaptak erre a teljesítményre, és azért azt el kell mondanom tájékoztatóul, hogy 71%-tól van itt a hármas érdemjegy, de még egyszer mondom, hogy nem a érdemjegyet viszik a következő, tehát a záró vizsgára, hanem egy 100%-ot, ami 100%-ot egyébként 20%-ot fog majd a végső elszámolásba beszámítani nekik. Tehát ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy egy kis rutint szerezzenek. Egyébként jellemzően partnereket hívtuk meg, kollégákat is hívtunk meg, illetve duális partnereket, akár a duális partnerek már ismerkedhettek a tanulókkal, hiszen őket szolgálták ki ugye ott a vendégtérben. Úgyhogy ők is érdeklődtek és kérdezgettek tanulókról. Ezért 69 fő, én úgy gondolom, hogy nagyon szépen teljesített, és kollégáknak ebben nem kis munkájuk van, hiszen ennyi főt koordinálni 4 napra, és felkészíteni, az egy nagyon szép teljesítmény. Szájüreg vizsgálatot, testzsír és szénmonoxid szintmérést is végeztek a Tolna megyei kormányhivatal dolgozóin a Tolna megye egészségért nevet viselő kampány keretein belül. Első lépésként a hivatali munkatársak számára tették elérhetővé a vizsgálat sorozatot. Többek között ezen a vércukorszínmérésen is részt vehettek a Tolna megyei kormányhivatal dolgozói, a Tolna megye egészségért nevet viselő kampány keretein belül, melynek célja a leggyakoribb betegségek időbeli felismerése és kiszűrése volt. Egy egészségmegőrző programra kerül sor a múlt héten a Tolna megyei kormányhivatal és a Tolna megyei Baranyai János Kórház, illetve az egészségfejlesztési iroda aláírt egy együttműködési megállapodást. A megállapodás lényege az, hogy ami részben a Tolna megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának a feladatába tartozik az egészségmegőrzés, ezt konkrét programokkal tudjuk megvalósítani. Ennek első állomása a kormányhivatal dolgozóinak a szűrése, egészségügyi szűrése. Erre a szűrőprogramra minden egyes járásban sor kerül, Szekszárdon 2 nap lesz ez a szűrőprogram, a többi járásban pedig most tavasszal 1-1 nap kerül sor erre a programra. A program keretében sor kerül szénmonoxid mérésre, vércukorszint mérésre, testzsír mérésre, bokakar kardiológiai vizsgálatra, bőrgyógyászati vizsgálatra, illetve szájüreg vizsgálatra. A célja ennek a programnak az, hogy tekintettel arra, hogy Tolna megye, illetve Magyarország lakosságának az átlag életkora még mindig nagyon elmarad az Európai Uniós átlagtól, és ezen javítani elsősorban az életmód tanácsadással tudunk. Gondolok itt a különböző rizikofaktorok kiküszöbölésére, mint a dohányzás, a mozgásszegény életmód, az alkoholfogyasztás. Erre is sor kerül egyébként a mai napon, illetve a másik, ami hozzájárul az átlag életkor növeléséhez, ezek az egészségügyi szűrések, melynek a célja az, hogy a különböző betegségeket minél előbb felismerjük, és ezáltal minél jobb hatékonysággal tudjuk gyógyítani. Tekintettel arra, hogy a szűrővizsgálatok többnyire térben és időben elkülönülten jelennek meg, tehát nagyon nehéz az, hogy egy dolgozó ember ezenek a szűrővizsgálatokon hétköznap munkaidőben mindenhol megjelenjen, ezért gondoltuk azt, hogy először a Tolna megyei kormányhivatal dolgozóinak adjuk meg ezt a lehetőséget. A hivatal dolgozói egy időben egy helyen vehettek részt az összes szűrővizsgálaton, melynek nagy előnye volt, hogy egyszer kellett csak időpontot foglalniuk. A népegészségügyi beavatkozások közül a legfontosabb talán a lakosságnak az egészség tudatos életmódra nevelése, oktatása, másrészt pedig a korai szűrővizsgálatok fontosságának a hangsúlyozása.
Ez a két fontos eleme van azoknak a népegészségügyi beavatkozásoknak, amiket a Tolna megyei kormányhivatal is népegészségügyi feladat körében a megye többi szereplőjével, egészségügyi szolgáltatókkal, illetve az egészségfejlesztési irodákkal összefogva végez. A programsorozatnak az első elemében egyébként Tolna megye egészségéért 2022 programot hirdetett a kormányhivatal ez évben, azért, hogy ezekkel a szereplőkkel összefogva ezt a népegészségügyi tevékenységet a teljes megye lakosságára kiterjesztve minél hatékonyabban tudja végezni. Első elemeként, mint egy modellprogram, egy kezelhető körülbelül 1000 fős kormányhivatali dolgozókat célcsoportnak tekintve indítottuk ezt a programot a kormányhivatal dolgozóinak, illetve jó példával is szeretnénk ezzel elől járni a megye lakosai előtt. Hangsúlyoznám azt, hogy egy szűrőprogram akkor ér csak valamit, hogyha a kiszűrt személyeknek az utánkövetésére hangsúly van fektetve, és ők úgymond karban vannak utána tartva. Mi erre törekszünk, az egészségnapjainkon ez megoldott, akiket az orvosok kiszűrnek, vagy bármely mért érték kóros eltérést mutat, ő nekik a házi orvoshoz irányításuk egyrészt megszervezett, másrésztől pedig a szakorvosok általi gondozásba vételük is rögtön itt az egészségnapon elindul. A magas koleszterin és vércukorszint tovább növelheti a kockázatokat. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak. Talán a szívérendszeri szűrővizsgálatok nincsenek annyira a lakosságnak a tudatában benne, mint a daganatos betegségeké. Rendkívül fontos nyilván a daganatos betegségek szűrése is, de azért azt tudni kell, hogy a vezető halálok, és hogyha bárkit az utcán megkérdezünk, meg sajnos akár szakembereket is, akkor hajlamosabbak rávágni, hogy a daganatos betegségeknek nagyobb a halálozása, és ez sajnos nincsen így, vagy hát nem tudom sajnos, de a szívérendszeri betegségek világszerte a mi hazánkban is vezetik a halálokat. Halálok statisztikákat, még a nők esetében is, és ez megint csak egy olyan tévhit, hogy a nők védve vannak egy bizonyos életkorig a szívbetegségekkel szemben, mert ez nem így van. Tehát nagyon fontosak a szűrővizsgálatok, és hát ezek a szűrővizsgálatok tartalmazzák azokat az általános rizikotényezőket, mint a vérnyomás. Ugye sokan mondják, hogy nekem csak a vérnyomásom magas, mint hogyha az egy ilyen banális probléma lenne, pedig a első számú közellenségről, a legfőbb néma gyilkosról beszélünk, néma gyilkos amiatt, mert nagyon sokáig nem okoz tüneteket, sok esetben már az első tünet lehet, hogy az utolsó, mert történik egy érrendszeri katasztrófa. Világszerte több mint 1,5 milliárd ember él magas vérnyomással, és évente 10 millió haláleset köthető a hipertóniához. Rendszeres testmozgással, egészséges táplálkozással, minimális só- és cukorbevitellel rengeteg betegség megelőzhető. Újabb érdekes előadást hallgathattak meg azok, akik ellátogattak a Mátyás Corvinus Kollégium által szervezett rendezvényre. Sándor Lénárd, az MCC Nemzetközi Jogi Műhelyének vezetője beszélt az Alkotmányjogi Utazás Amerikában címmel megjelent interjú kötetéről, amiben Amerika híres jogász professzorai vallanak őszintén az ország jelenkori alkotmányos dilemmáiról. Alkotmányjogi Utazás Amerikában című interjúkötet bemutatására gyűltek össze az érdeklődők a Mátyás Corvinus Kollégium szekszárdi kirendeltségének előadó termében. Sándor Lénárd, az MCC Nemzetközi Jogi Műhelyének vezetője, aki egyben a könyv szerzője is, a kötet születésének ötletéről, körülményeiről, valamint Amerika jelenkori alkotmányos dilemmáiról is beszélt az előadás alatt. Az ötlet ez egy nagyon érdekes élményből fakadt. Én az Egyesült Államokban tanultam egy jó 10 évvel ezelőtt, nem jogász szakon, hanem egy közgazdász kiegészítőt végeztem egy kis jezsuita egyetemen, és az egyik nyári egyetem során részese voltam egy diákok által szervezett, ráadásul közgazdász diákok által szervezett nyáresti beszélgetésnek, ahol azt tapasztaltam, körülbelül ilyen június vége, július elejé beszélgetés volt, azt tapasztaltam, hogy nem jogász diákok élénken vitatkoznak arról, hogy a legfelsőbb bíróság elmúlt héten hozott, vagy az elmúlt időszakban hozott döntése, az vajon helytálló-e vagy sem, hanem miért, és melyik bíró különvéleményével, párhuzamos indokolásával értenek egyet. És ez az a közpolitika, alkotmányosság iránti elköteleződés, ez a
talán kulturális attitűd, amit szerettem volna bemutatni és elhozni Európába is, már csak azért is, mert Európában is igen időszerűek ezek a kérdések, ha csak rátekintünk az európai egységesülés, az európai integrációról szóló vitákra, aminek az elmúlt egy-két évben az Európa jövőjéről szóló konferencia adott egyébként keretet. Lényeges kérdéseket tárgyal az írás, mint egy 25 interjún keresztül. És az interjúkötet számos interjú, számos szakértő szól azokról a tapasztalatokról, tanulságokról, amiket az európai egységesülésnek is meg kell fontolni. Például azt, hogy milyen mértékben járható vagy helyes út-e egy központosítás, a bürokrácia milyen veszélyekkel jár, vagy az, hogy egy olyan jogállamisági feltételességi mechanizmus, amit az elmúlt időszakban bevezettek, az milyen túlhatalmat adhat egy központi bíróságnak, legyen az mondjuk Washingtonban vagy Luxemburgban. Ezek olyan tapasztalatok, amiket érdemes megfontolnunk. A nyugati parttól a keleti partig Amerika legnevesebb jogász professzorai, alkotmányjogász szakértői kalauzolják az olvasót az utazáson. Voltak olyan interjúk, amit személyesen tudtam elkészíteni, voltak olyanok, amiket internet segítségével, talán a többség van ilyen, többség volt interneten keresztül, volt, amikor egy nagy vihar, vagy valamilyen kapcsolat, internetes kapcsolat, vagy erő, vagy térerő a hiánya miatt telefonra kellett váltani, szóval voltak kihívások, de azt gondolom, hogy a túlnyomó többség szívesen és örömmel adott interjút. Ez megint csak egy lenyomata annak, hogy az Egyesült Államokban milyen gondolkodási vitakultúra él, hogy az alkotmány jog, a közjog, azok, akik a közpolitika jogával foglalkoznak, nem egy zárt szobában vagy tudományos könyvek mellett teszik ezt kizárólag, hanem erről a tudásokról, a felfogásokról be tudnak érthető, egyszerű nyelven is számolni, és ezzel gazdagítani a tudományos, kulturális párbeszédet. Sándor Lénárd elmondása szerint hiánypótló volt a könyv, hiszen az írás első kézből mutatja be azokat a dilemmákat, amikkel az Egyesült Államok szembesül. A kötet a könnyes stílusa miatt nem csak a szakmai közönségnek szól, jogászoknak, alkotmányjogászoknak, hanem azoknak is, akik érdeklődnek a téma iránt. Új tagokat vár a KDNP szekszárdi szervezete. Elsősorban olyan polgárok jelentkezésére számítanak, akik tenni akarnak a Tolnai megyeszékhely fejlődéséért. Szerintük ugyanis az elmúlt években nem jó irányba mennek a dolgok Szekszárdon. Egyre többen lépnek be a KDNP szekszárdi szervezetébe. Erről beszélt a kisebbik kormánypárt helyi elnök egy sajtónyilvános eseményen, amin bejelentették, hogy várják azokat a jobboldali lokálpatrióta érzelmű polgárokat, akik tenni akarnak a Tolnai megyeszékhelyért. Azért most, mert egyrészt ugye két évig nagyjából be volt zárva az egész ország, másrészt meg 2019-ben volt egy választás, ahol ugye csúfos vereséget szenvedett a Fidesz-KDNP vezette város, vagy városvezetés, és azóta pedig olyan folyamatokat látunk ebben a városban, amik nagyon sokunknak nem tetszenek, és mi eddig tettük a dolgunkat, tehát jó szövetségesként végeztük a munkánkat, segítettük a kormányzását ennek a városnak, a működését. Most viszont tagokat kezdtek toborozni, hogy megmutassák, sokan vannak, akik tenni akarnak Szekszárdért. Úgy gondoljuk, hogy most ideje lépnünk, és azokat az embereket hívjuk meg magunk közé, akik hasonlóan gondolkodnak. Elsősorban lokálpatrióta embereket várunk, olyanokat, akik tenni akarnak ezért a városért. Mindenképpen nagyon fontosnak gondoljuk, hogy azok az emberek, akik jobboldali, nemzeti érdeke, véleményen vannak, illetve úgy gondolkodnak, mint mi, azok
lépjenek be közénk és segítsenek nekünk. A leendő tagok a KDNP Szekszárdi Arany János utcai irodájában kérhetik a felvételüket. Jó esély van arra, hogy ha képesek vagyunk erőinket egyesíteni, akkor ebben a városban végre érhetünk el olyan változásokat, amihez a városhoz méltó. Szekszárd sokkal többre hivatott, mint amilyen hétköznapokat, illetve napokat él jelenleg. A KDNP Szekszárdi szervezetéből ellenben az előző ciklussal jelenleg egyetlen tag sem képviselő a közgyűlésben. Azt mondják, a céljuk, hogy a következő 2024-es választás után ez másként legyen. Olyan tagja viszont már most is van a kisebbik kormánypártnak, aki aktívan részt vesz a városházi munkában. Azt látjuk, hogy Szekszárd dolgok nem jó felé mennek. Én egy éve vagyok a gazdasági bizottságnak a külső tagja, és próbálom a gazdasági bizottságban végzett munkámban is ezt az értékrendet valamilyen módon közvetíteni. Éppen ma volt egy utolsó, egyik lehetőség, hogy egy bizonyos értéket próbáljunk közvetíteni. És hát ugye van más apropója is, a mi családunkban azért édesapám sokáig ennek a szervezetnek volt az elnöke, és éppen 50 évesen került úgymond először a városi önkormányzatba képviselőként, tehát van egy családi indítatás. Pusta Zoltán szerint nem szabad arról sem elfeledkezni, hogy a keresztény értékek Európában és a világban egyre inkább háttérbe szorul. Ezt pedig szerinte nem szabad hagyni. Van egy ilyen szép mondás, hogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. Azt látjuk, hogy a kereszténység most talán a legüldözöttebb vallás a világon. Látjuk, hogy Európában vesztésre áll a keresztény gondolat, és úgy gondolom, hogy helyben tudunk azért tenni, hogy ezek a folyamatok esetleg megváltozzanak, vagy minőségi változáson tudjanak keresztül menni. Úgyhogy ezért jöttem ide, és próbálom itt a hasonló gondolkodású emberekkel ezt az irányt valamilyen módon képviselni. A KDNP Szekszárdi szervezetének tagjai most két havonta tartanak taggyűlést, a soraikba pedig várják a városért tenni akarókat. Az autósport és az ízek szerelmeseit várja Kalocsa június utolsó előtti hetében, amikor egy hosszú hétvége keretein belül lehetőségük lesz a kilátogatóknak off-road és food truck csodákkal is megismerkednie. Háromnapos rendezvénysorozatnak ad otthont Kalocsa. Június 24-e és 26-a között kerül megrendezésre a városban a Bács Trophy Offroad bajnokság harmadik futama, de ezen kívül egy food truck show-nak is részesei lehetnek a kilátogatók. Elég nehéz technikai sportról beszélünk az autók szerelmeseinek, ugye amikor mi ezt még elkezdtük annó, akkor hát örültünk, egy kis gödrön átmentünk egy kis árkon, ez már siker volt. Hát ma már ez tovább fejlődött, már ugye azt mondjuk, hogy offroad, az út vége, ott kezdődik az élet, és hát most már ilyen lehetetlen feladatokat oldunk meg ezekkel az autókkal, akik nem jártasak benne, azt mondják, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Mi bebizonyítjuk, hogy igen, tehát ezáltal elég látványos sportról beszélünk, úgyhogy aki ismeri, aki nem ismeri, mindenkinek csak ajánljuk, hogy jöjjön, látogasson meg minket, nem fogja megbánni. Van egy kis normál kategóriánk, ebben olyan autók vesznek részt, ami szinte az utcai állapotnak megfelelő. Vannak már bizonyos engedmények velük, tehát hogy lehet bennük ilyen sarokfék, első zár, hátsó zár, de igazából szinte az utcai állapot. Van ennek egy nagy testvére, ami nagyobb autó, de ugyanúgy ezeknek a feltételeknek felelhetnek meg, hogy pár dolog lehet bennük. Akkor utána van egy másik kategória, ez már egy profi kategória, ez már egy jóval felszereltebb autó, mind technikával, mind ugye a sofőrnek már jobban fel kell készülnie. Ennek is van egy nagyobb kategória, ez a Profi Plus kategória. Ez a Profi Plus kategória, ez itt már ilyen kardáncsörlővel van felszerelve, hát egész erős terepeken el tudnak menni, és van a legnagyobb kategória, az extrém kategória, ebbe meg minden belefér. Tehát gyakorlatilag itt a csillagos ég. Az izgalmak közepette megéhezőkről a street food ételeket felszolgáló vendéglátós egységek gondoskodnak. Második alkalommal érkezik a Food Truck Show Kalocsára. 8 éve járja az országot, ez lesz a 79. Food Truck Show összességében. Jellemzően Budapesten vannak nagyobb rendezvényeink, 2-1 évben, és hát járjuk az országot. És minden évben van egy-egy új állomásunk. Nyilván a nagyobb városokba visszatérünk, töretlen a sikere,
nagyon sok embert mozgatunk meg, ilyen 600-800 ezer vendégig egy évben. Én azt gondolom, Kalocsán talán 6000-en voltak kint így a Covid-nak a határán, amikor vége lett, aminek mi kifejezetten örültünk. Abban bízom, egyébként most ennél jóval többen lesznek, mert aki tavaly nem jutott el, biztos hallott róla. És hát még gasztronómiát hozunk, klasszikus utcai étkezést, amit ugye street foodnak hívunk ma divatosan, amit büfékocsikból tálalunk. Ezek a büfékocsik azért nagyon fontos tényezők az én életemben is, meg alapvetően, mert a fesztiválok országa vagyunk. Én ebben a műfajban régóta serénykedem, és mindig féltem attól, amikor egy sátorban, egy faházban ideiglenesen összeépített vendéglátóegységből kellett tennünk, vagy adott ezek a nagy konyhák, ahol ki vannak rakva a serpenyőbe egész nap a napon a kaja, és hát horror áron természetesen, de abból eszünk kolbászcsülköt, és én valahogy ezt sosem szerettem. Most egy büfékocsi az tudja, hogy általában egy termékre fókuszál, de nem 80 féle dolgot veszünk belőle főzeléktől a salátáig, hanem mondjuk hamburgert, vagy mondjuk goflit, vagy mondjuk tépet húsos szendvicset, vagy esetleg barbecue-t, és arra a néhány termékre, ami egy termékkörben van, fókuszál, erre építik az autót, erre van kitalálva a higiénia, az alapanyagmozgás, a tárolás, és minden olyan felület, hogy ezt nagyon gyorsan, jó minőségben és higiénikusan ki lehessen adni. A Családbarát rendezvényen minden korosztály megtalálhatja a számára kedvező programot. A fesztivál helyszíne a Kalocsai Érsekkert, ahova a belépés díjtalan. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!